ez attól kelt, hogy vannak határai, ugye a kerítés határolja, ugye egyszer többnyire van egy főutcai kerítésünk, és aztán a oldalsó, jobb oldal, bal oldal, illetve a hátsó szomszédunktól elválasztó kerítések. És hát természetesen nagyon fontos, hogy por, zajvédelem, belátásvédelem szempontjából ezek a kerítéseink, ezek megállják a helyüket, és tényleg egy teljesen intim szférát tudjunk kialakítani a kertünkben. Azonban nem mindenkinek van pénze, vagy ott esetben pont építkezés előtt áll, és akkor valami gyors megoldást szeretne alkalmazni. Milyen javaslataink vannak nekik? Az utcafronti kerítést csinálják meg először az emberek, arra fektetik a legtöbb pénzt, hiszen az adja meg az elsődleges látképét a háznak az utca felől, és általában a hátsó, illetve az oldalsó kerítéseket sokszor nem egyből tudják megépíteni, és egyszerű dróthálót húznak ki az emberek. De szeretnék azt, hogy ne lássanak be, illetve külső környezeti hatások, szél például ne tudja a kertet tönkretenni. Erre van rengeteg termék, amit lehet használni, ugye a legáltalánosabb is, talán még a mai napig a legelterjedtebb a nátszövetnek a használata. A termék teljesen megfelel arra a célra, hogy ne lássanak be. Viszont mi nem árulunk nátszövetet, és én személy szerint nem is igen ajánlom ennek használatát, ugyanis rendkívül módon szemetel, és nagyon rövid életű. És aki tett már föl nátszövetet, kerítést, az tudja, hogy ez egy elég macerás munka, hát még leszedni, amikor cserélni kell. Vannak kimondottan kerítés hálók, amivel meg tudjuk oldani a kerítésnek a takarását, illetve a belátásvédelmet. Ebből is a legegyszerűbb, ami kerítés háló néven is fut. Ez egy 85 g per négyzetméteres szövött anyag. Ezen már átlátni nem lehet, és a szelet is fogja. Ez három helyen gombjukazott. Tehát sokkal könnyebb föltenni, mint egy nátszövetet, egyszerűen dróthálóval vagy gyorskötözővel szokták a kerítéshez rögzíteni. Van egy jobb minőségű termékünk is, egy szélfogó háló névre hallgat. Ha megtapintjuk, illetve ha megnézzük, akkor sokkal vastagabb az anyaga, illetve a szövése is teljesen más. Egy konténeres faiskolákhoz lett kifejlesztve, ugyanis a konténeres növényeket a szél nagyon könnyen föl tudja borítani, ezért a kerítést ezzel a hálóval borították be, így csökkentették a szélnyomás erejét. A háló három helyen gombjukazott, a szövése teljesen más, mint a kerítés hálónak, és épp ezért, hogy ez erősebb szövésű, jobban takar, ezért szeretik jobban a vásárlók a házi kertbe is használni. Illetve még egy nagy előnye a terméknek az, hogy a gyártó ad hozzá ugyanolyan színű kötöző szallagot, így nem kell gyors kötözővel vagy dróttal rögzíteni a hálót, hanem saját egyszínű szallaggal könnyen végig lehet fűzni. Ezeknek a hálóknak az élettartama több mint 5 év, azért tudom azt mondani, hogy több mint 5 év, mert mi 5 éve forgalmazzuk, és az első kihelyezett hálók még mai napig a kerítésen vannak fönt. A fizikai paramétereiben benne van, hogy a kerítés, ahova föltesszük, onnantól számított 4 méteren belül felére csökkenti a szélnek az erejét. Ez egyrészt előny, de hátrány is lehet egy rosszul rögzített betonoszlophoz, hogyha arra van kifeszítve a dróthálós, és arra föltesszük, akkor 100-130 km-es széllökés, ami a tavalyi évben jellemző volt ezen a vidéken, képes volt eltörni a betonoszlopot. Tehát, hogyha ezt használjuk, akkor azért vegyük figyelembe, hogy a tartóoszlopoknak masszívan lent kell lennie. A hálón kívül milyen alternatív takaró lehetőségeink vannak? Ugye nem mindenki szereti a hálót, ezért kell tartani készleten más termékeket is. Van például kínai bambusz tekercsünk, ez természetesen fonott kínai bambusz. Ez hasonlít a nádra megjelenésbe, de nem szemetel úgy, nincsenek benne azok a levelek, ami a nádszövetben benne van tartósabb. Ugye ezt főleg azok használják, akik a természetes hátteret szeretik maguk mögött. Aki a hosszabb élettartamra szeretne rámenni, annak van műanyag nádfonatunk, ami egy nád imitáció, ugye ez rendkívül sokáig tart és nagyon esztétikus, és egész extrém helyekre van műsövényünk, ami a kerítésre, illetve teraszra rátehető, hogy rengeteg alternatíva van már nálunk is, illetve folyamatosan bővül ezeknek a száma, mi is bővítjük folyamatosan áruházunkban, úgyhogy mindenki ki tudja választani a nekinek megfelelőbbet.